Üdvözlök mindenkit, ez itt a Gaming Cards Hun. Visszatér a szokásos Lego karrier. De mielőtt belevágunk a barcelloni meccse, egy nagyon fontos interjú azért kéne a mesterrel, a mesteremberünkkel. Úgyhogy nézzük meg, hogy mit gondol a mester az elmúlt meccsekről, illetve a csapat jövőjéről és Labrovicsról. Egy újabb interjú, nagyon várjuk. Már megjött a mester. Megjött a mester. Üdvözletem. Indulhat is az interjú. Köszönjük szépen, hogy megtisztelt a bizalmával, jelenlétével. Én köszönöm a felkérést. Múltkori elfutása után ez egy egészen... Én nem futottam sehol. Gálás pillanat. Nem kellene zaklatni, tudja, azért mindenkinek van egy magánszférája, botrágos. Persze, a stadionon belül nincs magánéletünk. Én inkább lökje a kérdéseit, nem érek én itt rá egészletet, komolyan mondom, nem igazán. Mi a helyzet a csapattal, mert eléggé rosszul szerepel. Labrovics kapussal kapcsolatban is kérdeznénk, mert a teljesítménye azután, hogy beválogatták a horvát válogatottban, nagyon durván visszaesett. Mit gondol róla? Nem látok semmilyen rossz teljesítményt. Véget ért a nyár, itt van az ősz, esik az eső, hideg van, azért ezek a srácok eléggé fázósak. Önnek lenne kedve 5 fokban focizni az esőben? Nem lenne kedve focizni 5 fokban az esőben. Milliós fizetésért, uram, amit Labrovics hazavisz. Ez nem úgy, hogy mindenki emberből van, ne haragudj. Kimész a focipályára ilyenkor, amikor hideg van és esik? Nem mész ki a focipályára, amikor hideg van és esik. Értem nem értem a budjot a kérdés. Hát én mindig elvegyek, nem érek rá ilyen hülye kérdésekre. De Labrovics luxusautójával legalább mondjon már valamit. Hát Labrovicsal az a... Bugattival jár, ha jól tudjuk. Labrovics! Menj vissza edzeni! Uram, ez nem túl gyerekbarát, amit művel. De az a gond Labrovicsról, hogy megfigyelőink azt vették észre, hogy egyre több időt tölt Tonalival. Főleg, hogy Tonalit eltiltották, így... Összebarátkoztak? Hát láttunk egy-kettő vesztes szelót, a kocsijába. De én nálam csak nyertes van. Önnél csak nyertes van, tehát a szerencsjáték azért néha megfogan önnél is. Hát vicca, miből él meg az ember, ha nem a milliós fizetés. Na, jó, rendben. Szóval... Leturkáljunk egymás zsebébe, ő mennyit keres? Hülye kérdésekért plusz bónusz kap? A következő kérdés, ami egyáltalán nem hülye, hanem lényegre törő és egészen konkrét, hogy a másodosztályra készülnek-e? Mert lassan a csapat ott fog kikötni, jelenleg kieső helyen tanyázik már hetek óta. De hol ősz ember? Hát fordítva van a tabella, nem? Nem teljesen fordítva. Top 3-ban vagyunk, ha alulról nézzük, én nem értetek. Komolyan mondom, nem hiszem. Nem készülnek akkor a másodosztályok? Ha miért fel kellene mérni a csapatokat, hogy a másodosztályban milyen erről spanyol... Erről kérdez az Almeirát, meg a Granadát inkább. Jó, rendben, köszönjük szépen. Egyéb meglátás csapata milyen taktikával készülnek a következő kettő mérkőzésre? Ezek sorsdöntőek hát, lesznek, Barcelona ellen fognak. Több gólt kell lőni, mint az ellenfél. Barcelona ellen is? Hát, ha nem úgy állunk ki, hogy nem lövünk több gólt, mint az ellenfél, akkor el vagyunk ásva. Bekapott gólokkal? Mi a helyzet? Hát ezt kérdez a Labrovicsot, hát én védek a kapuba. Nem feltétlen, de ön adja ki az utasításokat, ön válogatja össze a keretet, akkor nem lesz változás a keretben, ugyanazzal a csapattal állnak ki, attól függetlenül, hogy az összes meccset elvesz. Hát ha ennyire ért hozzá, rakja össze a keretet. Így lesz. Köszönjük szépen az most interjút. Az, hogy hazai pályán se tudunk pontot szerezni. Jó, vége. Hát most vége. Komolyan mond. Hát ez a mester, ez bolond mindig. Kicsit, mintha idegesnek tűnt volna. Enyhén, de kicsit, már... Kicsit, mintha valami baja lenne. Ha meg félbe szakadt interjú, hát azért ezek bolond. Így... Bolond az öreg, bolond az öreg. Felzaklatott állapotban fogunk akkor így kilépni, legalábbis a mesterünk, Barca ellen. Oh, a jaj. Híres, neves, legendás El Libertador stadionba. Mert hogy felújítás alatt a Camp Nou. így van, mondhatni. Most már tényleg ezt lehet mondani. Igen. Na megyünk, liberalizáljuk Barca. Hát remélem, hogy valami jó dolog történik velünk. Lewandowski, aki alapból a valóságban nincs nagy formában, kivéve hétvégén lőtt két gólt, de azelőtt 6 meccsig nem lőtt gólt, képzeld. Nem, most beindul. Sérült volt, minden baja volt. Frenkie de Jongot oldalt, a mester tapsol. Hát reméljük, jó lesz ez a mérkőzés. Nézzük meg. Nem akarunk megint egy vereség hullámba belekerülni, de a Barca ellen az a baj, hogy... Barca ellen be kell állni védekezni. Nyomjad neki. Ott ultra? Jó, ott jó. Nekem mindegy. Jó, a sima is. Kicsit állt a játék, ameddig a Cseko les. Elmondta mindenkinek, hogy mit csináljon. Nem baj, figyelj, 0-0 van. Ez 0-0, még jó. Így van. Illetve az első les a miénk, úgyha már most jobbak vagyunk, mint a Barca. Sokkal jobbak vagyunk, igen. Egy lesre játszák a focit, nem? Há, hogyne. Hát figyelj, lesz szabály, annyit változik az évek alatt, hogy már követni nem lehet. Asszonykának, hogy tényleg, ha ilyen faharca elkezdném magyarázni, hogy lesre játszák a focit, szerintem be tudnám hűíteni. Ó, csak kijön. Martinelli! Martinelli, mit kell? Meg kell majd nézni itt a Barcát, mert úgy fest, hogy vannak komoly igazolások. Ú, Salazar nagyon szépen.
Nem volt rossz, nem volt rossz. Csak mondott egy Araujo, világ egyik legjobb védője. Ez nem Maguire? Ja, hát akkor azért, na, ja, ja. Martinelli, te a Martinelli több parázok hát azért. Tízes messzámot megkapta, az igen. Az komoly. De, Labrovics. Ja. Látod, megfenyegette a Csekó puskával. Izgultam, hogy 11-es legyen, mert kicsit rugdostam. Meg hol van a Félix, meg a... Tehát, hogy padozik, mert padozik, persze, padozik. Ajajajajajajaj, Labrovics. Összeszedte magát, kapott egy Bugattit, ugye. Mostában azzal jár edzésre, érthetetlen okokból, nem tudni, hogy honnan telik rá neki. Kurva jó, azért ne itt kolbászoljon, ha lehet. Sandoval. Képzeljétek el, Edemet beívták a belga válogatottba. Ja, igen. Megkaptunk a Romántól egy felkérést. Igen, az időt kicsit megpörgettük, hogy egyből meccsezünk! Jaj, Sandoval, azt ízi! Már nagyon vártuk már ezt a Barcelona meccset, úgyhogy gyorsan startpörgettük, interjú, aztán már itt is voltunk. A román válogatottat nem fogadtuk el, de a válogatott meghívónak örültünk, mert Ádám nagy formában... Bufál! Bufi! Testégen! De Edem megint milyen jó paszt adott. Edem, zseniális. Nagyon ügyes ahhoz képest, hogy kreált játékos. Kindogán, ő nem túl gyors, de jó passzol cserébe. Diego Martínez, nem? Martinelli, Branco. Nagyon sok labdát eladnak ezek a barszások. Mi is, de ők is. Most ezt kéne megfogni. Rafinha meglepett egy. Ajaj. Mekkora, honnan érkeztél? Sandoval. Múltkor gól. Javított. Méteres becsúszás. Ugye ő elveszett a labdát. Javított ez most. Nagyon ez durva fixen van. Gól lett volna. Ez mutatja, hogy nagyon nagy király vagy öccse. Szerződteti a belga válogatott. Találnak egy belga lagomát. Rafinha. Az jó. Kurbe jó ki. Szibátlan. Buffal meg is tartja? Olé. Megyünk. Hát... próbáltam megtartani a labdát. Gyertek. Christensen. Cancelo. Egyik Joao azért ott van a pályán. Ja. Az komoly. Az Álvár ez igen. Hát ott... Megfektette. Nem kérdezett, egyből válaszolt. Nagyon jó Salazar. Araujo mellett azért. Az a baj, Salazarról ilyen szalajádámosan van. Kicsit ilyen komótos a mozgás. Komótos és egyedül van. Ráérünk mi arra még, azt mondja. Nem, meg 0-0-ra játszunk. Úgy tartja a mondás. Jó a döntetlen is. Aláírnánk. Hogyne. Mondjuk nem 0-0-lá, de egy 1-1-es simán. Én a 0-0-át is. Legyen meg a pont. A pont nagyon kéne be. Barca ellen bármilyen Barca ellen pont. Igazából, ha csak 2 gólt kapunk, még azt is elfogadunk. Az olyan, mint a nyertünk volna. Ahogy, ja, hoppá. De gyorsan járatja. Ez a tiki-taka ugye, amit a... Igen, nagyon ügyesek. Meg megvannak hozzá játékosaik. Igen. Ami nekünk annyira nem, de ezt ne hangosan, mert meghallják. Ádám, gyere, nem volt les, csak lőd rá. Ádám, ott nem. Nem, szögi, ez jó szögi, volt. Szögi. Hát figyelj, veszélyesebbek az akcióink. Miért? Ez egy fehér kártya. Castro. Team name, ja, Abru10991. Hát ez a... Ez mi akkor nem mi kaptuk. Hagyjad már, hát ez... átugrottak. Mondjuk ez nagyon durva volt, de nem gondoltam, igen. Hogy előnyszabályán ment tovább. Azt hittem nem volt semmi. Pörögjön. Az jó. Magamnak nem baj. Sandoval nagyon virgont az elmúlt meccsek alatt. Ja, nyomja. Lehetett van jobb is, de nem baj. 32. perc és mindig 0-0. Nem mondj ilyet, nem, mert aztán mindjárt 2-t pislogunk és 5-tel megy a... Jaj. Araujo. Majdnem meglepett. Ugyan meg lehet zavarni úgy Ter Stegen, mint az Almeyre kapusát az előző rész. Simán. Hát vigyázni kell! Pont egy sárga lapossal. Féltem. Villanjon a második sárga. Az még mindig jó. Kicsit pontatlan igen. Volt. Pont mozgott vissza. Pont visszafordult, vissza. Igen. Az van. Hát ott egy játékost irányít a gép, és az is rosszul mozog. Mindegy, nem mondok semmit. Ne! Kurva jó! De jó keresztezés, hogy pont jókor futott el. És ott semmi. Semmi. Jó fellökésekbe, Barcelona. Undé, Christensen, nagyon-nagyon passzolgatnak. Nekik is jó a 0-0 szerintem. Ahogy látom. Hát annyira nyugisan passzolgattak ott hátul. Szerintem egy kis arra játszok. Tudják, hogy ez még egy jó csapat. Sandoval. Ajaj. Új. Lehet Girona.
A LEGO FC, nem? Előbb vagy utóbb. Az mekkora meglátás? Csak Cancelo ügyesebb ennél. Hát Cancelo kicsit gyors. Hát meg jó helyezkedett. Látta, hogy mi van. Majd hozom hátra az embereket. Az emberek a... Jó, azt hittem, hogy a sárga lapossal valamit csináltam. Nem. Fél idő. No. Hogy áll a statisztika? Nekem, most ne legyen az, hogy 10-5. Nem. Jó, 62-30-5, ez egy tipikus Barca meccs egy kis csapat lövés, ellen. A lövés az teljesen okének tűnik nekem. Ő neki 5, nekünk 4. És szerintem a mi lövésénk veszélyesebbek voltak. Ugye nem emlékszek, hogy Barcelona lövése, de nekem mi? Hát ilyen lepattanunk, mit tudom én, mik voltak. Én Castro-t hozzuk lehoznám, le, mert nagyon para. Bekapunk egy pirosat, én azt tönkretesszük a meccset, igen. Az nem jó. Suárez jó az. Suárez jó lesz oda. Kalmárt feljebb tolnám egy picit, és akkor ez lesz az összváltoztatásunk így. Sőt, Buffát visszahozhatjuk. És maradjon a védőmentalitás, szerintem az úgy teljesen jó. Na, így jó. Nézzük meg, mire megyünk. Második fél idő. Kedemes. Na, Leva. Izgatottság van. Úrrá rajtam. Oj, kevin állvára ez. Tényleg pontatlanok a barszások, meglepő számomra. Nyilván, hát ez azért neki olyan keresztlabdái szoktak lenni a valóságban is, hogy megőrülök. És de... Kalmár, tessék. Barsza szurkoló. Kászló terelgette. Nyomatják a zászló lengetést. Hát, ha ettől jobb lesz a csapat. Nem szabad leszólni, mert... Nem, én nem szólom. Bajok lesznek, mint most. Edem, belgválgatott Edem, Rafinha, Rabrovics! Ne gyere ki, nagyon jó. Sandoval! Micsoda blokk. Kundé akart kapura lőni? Így van. Kundé úgy gondolta, megnézi, vagy középre akarta tenni. Hol vannak a többi? Kimegyek, nem megyek. Megyek én. Az is bedobásra jött meg, nagyon és jó. És kötényt adtál a portjelző társnak. Hát ez még fontosabb. Mikor az egy sárgat ér, és les! Elrontják! És Gündogan lehajol, mert annyira béna. Ez mekkora hiba? Zseniális! Hát Championshipben nincsenek, spanyol kettőben nincs ilyen hiba. Zseni. Ez nagyon rossz volt. A Barca nem találja magát. Szerintem meglepődtek a mesterünkkel, hogy ilyen idegbeteg. Lelövi őket a nörfe. Azt hiszem. Nem én tettem ki oldalra, úgyhogy miénk. Itt Edem, az nagyon jó. Edem. Nem tudtam kivel megindulni, mert mindenkinek a gyorsulása a 10-es kb. Nem, Edem jó. Ő nagyon gyors. Edem jó, igen. Be is hívta. Remélem, hogy nem sérül le válogatott meccsen. Újjaj. Újjaj. Nyugi. Nyugodtan, jó? Most nyugi. Nem, 2-0-ig jók vagyunk, azt mondtam. Jaj, azért. Benne volt az a baj. Most kéne egy valamilyen gólt szerezni. És akkor nincs baj. Jó, ez a Barca mondjuk, de... Ne blokkoljunk le. De boldog voltam, hogy tartottuk a 0-0-át. Egész sokáig tartottuk. Jó. Mindig jó, csak nincs ki segítsen, bár... Ott meglöttek. Igen, nem lett jó a passz. Láttam. A Frankie de Jong, a holland mágus. Leva. Most megint az van, hogy nem tudjuk elszedni a labdát, csak megyünk utána, na végre. Jó. Labdaszerzés. Pedig az, ha sikerül. Láttam, hogy hova kéne tenni. De szépen kipasszolják. Labrovics csúcsforma. Okay. Amúgy a védelmünk egész korrekt. Ez egy bele tud vetődni, és nem szabálytalanul. Hát... Nem. Jó, szép. Ne, ott jöhetett volna vissza a szélén. Sikerül leszedni. Az jó. Ne oda. Nem baj, meg lesz? Nem. Akár. Még nagyon ügyködtem rajta, hogy meg legyen. Kéne cserélnünk egyet? Lesz. Azon gondolkozok, hogy ilyen menüs csere kéne átszervezni a csapatot. A gyors cserék azok nem ideálisak. De jó Isten.
Aj, mit csinál Kalmár a válláról? Az jó, elszórakozták. És azzal lehet ott valamit talán menni. Nagyon jó, Szelezár. Bufál! Mekkora játék! Ott van, mekkora volt! Mekkora játék! Bufál! Kihorták a füvet. Meg a Barca szurkolók is lemennek ünnepelni. Azaz. Jézusom, ez a visszapassz, ez, hogy annyira vissza... készültem a vissza, a sarkas visszapassz, úgy benne volt a kezemben. Nem akartam mondani, hogy lőd, passzol vissza, nem mondom, rád bízom, mit csinálsz, vagy rád, vagy valami. Bufál. A leg, és a legjobb emberhez került, nem egy védő, melyik középpályás, hanem Bufálhoz került a labda. Ó, oh, a mester, hogy... Cseréljünk. Cseréljünk. Majd nézzük meg a Barcát, ha már itt vagyunk. Nézzük meg a Barcát, ez is fontos, meg kíváncsiak vagyunk mindketten. Na, hát Gabriel Martinellis, jó szélső, 84-es, fog ő még felgődni. Le van 89, Martinellis is ilyen 84. De jön 87, uralja is a középpályát, látszik is, Gündogannál nagyon jó, Inigo Martínez. De mondjuk, hogy CDM-ként azt akartam mondani az elején, hogy miért van CDM-ben, de mindegy. Ez a védelem azért... Xavi azért meglepőt húzott, hogy felküldött konkrétan három belső, négy belső védőt. De jó, működik egyébként, egész ügyesek. Gnabry? Mi? És miért nem játszik akkor? Hát mert ott van a Martinelli. De miért vettek ennyi? Ott a Félix is. Minek ennyi szélső? Pedri padozik. Pedri miért padozik? Olyan, nagyon furcsa ez a Barcelona. Xavi ott izé kevergeti a dolgokat rendesen. Nem nagyon értem az átigazolásaikat, de mindegy. Jó. Szerintem Montoyát Salazar helyett, hogy legyen egy kis frissesség nézzük is. Meg. Megnézhetjük. Én a Sorrentino Alvarezt is támogatnám. Sandoval az a bajjába. Nem, nem akarom, nagyon jó, olyan power shotot meg tud lőni, mint amit meg a védelmi láthatunk, meg a védelmi dolga is jó. Igen. Még igazából a Pardo, Pardo Branco, az mindig ilyen klasszikus csere. Igen. Mi aztán Rojas megnézzük majd, ha valami van, legyen azért egy tartalékos érülés van. Na nézzük, izgi. Jó nagy csere. És most mire megyünk a sok cserével? Labdatartás? Eredmény megnyerés? Vagy megnyerni a amúgy eredményt szeretnék tartani. Jó, izgi. Kíváncsi vagyok. Tényleg. Egy-egy. Na erre készültem, hogy itt lesz egy gólunk, és akkor így az egy-egy egész jól hangzik. Lewandowski bokatörőbb szerelés. Olyan. Oda Kalmár lassú ahhoz? Hát, ott meg Inigo Martínez? Könyök ki? Jó, páros lábas becsúszás is volt ott. Azaz. Nagyon jó. Bufi. De nagy a tömörülés. Ott maradtak, fennmaradtak. Barca játékosok. Visszatámadás reményében. És jól tolják! Itt. És jól tolják. Hát, hozhatod amúgy. Bakker. Ez gyors volt. Martinelli ott egy-kétszer megetetett. Nem mentek vissza a Barca játékosok. Egyben letámadtak, fennmaradtak, és ennek köszönhetően meg is zavarodtunk. Rendesen összezavarodtam, ott nem tudtuk kihozni a középpályán, pedig volt rá lehetőség. Kár érte. Hát... Az jó. Nagyon jó. Vissza. Aha, húha. Haj, nem tudtam hova adni, hátra kellett volna. Az a baj, nem szeretek hátra passzolni, de meg kéne tanulni, mert... Én előre szeretek menni. Előre megyünk, nem hátra! Na, hova megyünk? Inigo Martínez az a belső védő. Tehát a CB létére... Bevarja a kocsúzásra. Szomorú, mert... Az egy-egy millió. Én nem érzem ezt jogosnak, ezt az eredményt. Már megint. Hát a 3-1 nem. Ennyivel nem volt jobb a Barca. A játékosok pontszáma az igen, az indokolja a 3-1-et. De maga a teljesítmény az nem annyira. Na jó, mindegy. Nem tudunk segíteni, tök lassúak vagyunk. Ott viszont... Jó, ó, az lesz, jó. Aj, nem tudtam tovább tenni! A második hullám... Piros lap! Bocsánat! Második hullámosra akartam oda passzolni. Nem baj. Dino Suárez. Ez a mázlőcsere játékos. Annyira nem fog hiányozni. Hát meg elszállt ez egyet. Nekem is. Eldurran! A francia. Ugye szerintem már ezzel a védekezővel semmire nem megyünk igazából már. Na, nyomhatjuk a támadást. Tényleg mindegy, így pirosnak. Már mindegy ember hátrányban. Aj, basszus. Ó, az a mázda, hogy tegmeccs vége van, mert tök mindegy.
Bufál már fáradt, hogy ezt megfussa, pedig jó lett volna még a... Ez állóképességben azért nem vagyunk ott még. Ugyan a következő meccsen lehet nem állnék be védekezni. Jó, mondom, ott próbáljuk. Nem bírom megakasztani se. Jó, kurva jó ez az. Emeljük ki. Hova? Az ellenfélhez megy. Ne, Pedri! Láttam, hogy lövésre hajlik a lába már. Na, csúsztam is kurva jóval. Féltem. És még ez is belefér? Lejárt már. Frissített a Barca is, és ez történt. Nem tetszik. Rúgjuk már el. Na végre. Mennyit hosszabbít? 3-1, figyelj, hogy a Barca ellen, tehát jó, keserédes, mert sokáig a 80. percig hoztuk a döntetlen, gólt lőttünk. Tehát hogy azért ez itt, én annyira nem érzem jogosnak, most így a Barca megnyerte, ő a Barcelona. De ahhoz képest, hogy a Barca ellen játszottunk, és csak 3 gólt kaptunk, az nem rossz, az nem rossz. Ezt kell nézni, srác. Tudom, nem vigasztal engem se. Semennyire nem vigasztal, mert... Na mindegy, nézzük már a következőt, mert ez egy picit könnyebb mérkőzés lesz. Az egy must win lesz. És ott megint muszáj nyernünk. Előtte tolunk egy jó edzést. Edzünk is előtte. Kiesési rangadó van. Granada ellen, viszont itt... Tényleg 13 meccsen a 42 gól azért. Ez nagyon durva, de... Tripláját, érted? Itt tényleg kellene nyernünk. Mennyit lőttünk? Konkrétan úgy néz ki, hogy kb. Minden meccsen lövünk 1,4-et, lövünk és kapunk 3-at. Igen, ez a baj. Minden meccs a Barca elleni tükrözi. Igen. És most válogatott szünet van. Reméljük, jó, mindenki pihen. Játékosaink fejlődnek. Hoppá! Scout. Megjött Magyarországról. Nagyon jó. Nézzük akkor át ezeket. Juhász Geri. 94-es potenciál. Ó, és minimum 79-es. Ő jó lehet. Ott van az 1 millió eurós Farkas Endre. Gyere, Endi. Ő nagyon jó. Tud? 3,75. Én őt is hoznám. 3,75-tel. 2,20-hez nem. Azt nem. Nekem a 3,75 is olyan, hogy kukába. Nagyon jó. Nagyon örülök ennek. Jó van. Nézzük meg. Megnézném, igen. A fiatalokkal kapcsolatban, hogy... Ott van. 90, és 79-es millió potenciál nekem. Ez már most tetszik. Mit játszik? Középpályást játszik. Jó. Vígfutján kell erősíteni, az egy csillag, ez nem túl a célos. És kik vannak itt még nekünk? És kaphat playstyle-t 3-6. Kicsoda, ez hol lehet? Az ja, ó. Ó. Nézzük csak már a developmentjét. 27, ezt le kéne vinni, a 12-es az jó. Mondjuk itt védekezésre megy rá. Box to box. Box to box, aha. Mondjuk ez is elég védekező. Nem, de... a box to box felett. Ja, az. Finishingét. Hát aha. Ha már tudja támadó középpályást, ez a finishing az édes kevés hozzá. Igen. Itt megnézem a többieket, hogy van-e valami jobb beállítás. Ó, hogy ne lenne. Az jó, hát Jézusom, szélsőként nem tud futni a csávó. Igen, azt kell erősíteni. Többieknél, ó, itt is van egy jó beállítás. Aha. És a gyorsasága, meg a távoli lövés, support winger, oké. Bár belőle nem lesz már semmi, 18 évesen, 53-as. Hát ez a Farkas Endi, ez nagyon tetszik. Jó van, belőle lesz valami a végén. Fel kell hozni majd jövőre. Meglátjuk. Próbáljuk meg megnyerni ezt a sorsdöntő meccset majd, ami jön. Utána meg Majorka. Majorkára átadatom, nagyon jó. És nem sikerült, lejátszották ugye a meccseket. Hát a kieső zónában nem szereztek pontot, de utána... Ha nyerünk, akkor se jövünk ki a kieső zónában. Nem. Még a Sevilla legalább, ahogy a valóságban itt is rossz. Igen. Na jó, nyomjunk nézzük előtte akkor edzést. Nyomjunk egy edzést, és... Ahol sokan vannak. Kezdte. Igen, állított helyzetes? Állított helyzet valami. Öten vannak. Heavy, de... Ez kell. Én érzem benned. Igen? Hát, te heavy ember. Kalmárral. Szabad. Nagy szabadrugás lövünk. Hát figyelj, 81-es a lövőerőssége. Milyen a fehér csík? Amúgy ott az olyan, nem látom, hogy mit történik. Igen. Ez közelebbről van. Nem láttam, hogy mi van ott. 78-es a szabadrugása, az nem is annyira rossz. Mégse adjuk el karmát. Ó, van. Kapufáról bement, az komoly. Egyszer volt. Mester mit csinál? Nehogy kapjon egy kokitertával. Küldd meg a mestert! Adjál neki. Pardó, egy védő. Miért egy védő? Dó, kurbe. Nem is rossz. Kár, hogy nem lett gól. Mester nagyon szeret ilyen testközelből nézni az eseményeket.
Ott van. Na, tízi. Jó tízi. Az is kalmár? Mindent kalmár? Mindent kalmár csinál, úgy tűnik. Öten van. Hát, mi nem lett meg a tábla. Még egy tízi. Tessék. Most nem meg a tábla. Képes táblát lőni. Hihetetlen, ez egy jó távoli lesz. És megint kalmár persze. Hát, hogy lehet ki más? Az az érdekes. Nem látom, hogy milyen erősen lövöm, mert bágos a játék. Nagyon erősen lövöd. Vágos a játék kicsit. Nem baj. Jó az. Még van egy pár lehetőséget, hogy meglegyen. Az szép. Az nagyon szép. Már nem kell sok, és megvan az edzés. Érzem benned a lehetőséget. Most mi nem állít senki sor rövidnél? Nem baj, tedd be. Valami legyen. Montoya. Azért Isten, de rossz helyről. Csűrbe. Küli. Jó, nincs ott senki. Az komoly csűrés Opa. Volt, Szalaza. De miért veszi el? Az gól lett volna, miért vette el? Újra. Kíváncsi vagyok. Beadás, valaki érkezik a hosszún. És már nem fogja engedni. Nem, Csekó, hát Csekónak lett passzolva. Amúgy valamit segíthetett volna. Visszapasszolhatott volna nekünk. Támadó foci támogatva, ugye? Kalmár, nagyon jó szabadrugás lövő amúgy. Igen. Hát jók a pontszámai is. Még tekerni is 73-oson tud, az jó azért. De miért? Egymást zavarjátok, srácok! Az mehetett volna lövésre. Tedd be. Még van egy pár helyzeted. Az jó. Oké. Okay. Milyen mázli is gól amúgy. Direkt így lett megalkotva. Na nézzük. És kapufa. Pedig az kellett volna, hogy meglegyen. Igen, mert ezzel már sokkal ez nehezebb. Már rettentően távol van. Kíváncsi ez vagyok. Nem lesz jó. Mert hogy nem lesz meg. Még egy... Nem mondom, hogy várom már az átigazolási szezont, hogy egy-kettő játékost így... Szeretnék egy olyan trükköt a Granada ellen... Granada? Nem. Kimely játszik? De Granada. Granada ellen. Szóval egy olyan trükköt, hogy jókat hozunk be. És megvicceljük őket. És a második fél időben letaroljuk. Letaroljuk. Úristen, ebből mi lesz? Nem, jó. Jaj, nem lesz jó. Nagyon rossz lesz. Júj. Nagyon jó. Jaj, nagyon, jaj. Nagyon de tudja a CF-et. Jó, akkor maradom. Nagyon jó lesz. Nem B csapat, mert azért nem. De... Rosszul vagyok. Branko Pardo helyett. Ne, ez így már, ez Pardo jó lesz. Jó lesz, Jézus, nem kell több, jó. Minden jó. Uram, atyám. Inkább beállítom a kontrollert. Állíts majd be egy jó kontrollert. Collector Arena, hazai pályára jön a B csapat. Erre vettél jegyet? Kedves szurkoló, a B csapat. Ezért is merész. Jó lesz, figyeld meg. Jó, inkább Jézusom. Úgy fognak örülni ezek a játékosok, hogy lehetőséget kapnak, hogy kihasználják, és gólokat lőnek. Így van, igen. Ez így fog történni. Jó, inkább... Akkora győzelmet aratunk, mint még soha. Mi a legjobb győzelmünk? 2-1? Vagy valami ilyesmi. Eddig jó. Nekünk volt támadásunk először. Nem. Kalmár ott van. Kázsi. Ketten vezetjük a labdát, mert egy ember nem elég labdavezetésre. jó lesz. Montoya is ott van, nagyon lelkes. Vissza! Tettem volna. Nem tudom. Kalmár, itt van alul, helyezkedik. Nem, Skastro, de így is jó. Nagyszerű passzjáték a vissza. Piros lap. Piros lap. Ha én lennék a bíró, én pirosat Sárga adnék. Lesz. Én pirosat adnék. Rálőjem! Persze. Függ, hogy kilövi. Hát durrancsom Kalmárra. Hogy becsúsztak neki? Alá csúsztak. Azt mondja, vezet a labdát, nem páros lábba. Hát én nálam piros páros lábba alá csúszol, de mindegy. Én na, hát ne Castro lője, az fix. Kázsi. És ilyen volt az edzésen is nagyjából. De nem csíp, akkor azaz. Elnéztem. Na, azt a csík hiányzott nekem. Na, a feje felett mutassa. Na, ki... de rossz volt. Kázsi. Nem baj. Edzésen könnyen volt, mert akkor bének voltak a társak, nem egy profi csapat állt ki ellene. Szegények, nem mondtad. Itt vissza. Ott van.
Tovább mondta, hogy nagyon szép vagy. Ó, Jovanovics. Te csodálatos Csinálsz. Ember. Ó, Uzuni. Uzuni! Mirto Uzuni! Ne! Jó, azaz. Oké. Beizgultam itt Uzuni. Nagyon látom. Megláttam, autogramot kérek, de nem leszerelem. Les. A francba. Lent vártam Uzuni kérjen. Uzuni kolléga, hát volt Fradis játékos. Hát hogy szeretjük őt? Azaz. Gyere. Ott futsz, nagyon jó. Nagyon jó. Szerintem úgy, tűzre. Akartam mondani, hogy lőd rá, mert szarok vagyunk már, hogy nem jól helyezkedtem benne. Figyelj. Mehet. Adom. Azaz, Pártó, csak ne egy védő. Miért pont egy védő? Nem tudom. Jobb lett volna mondjuk egyik csatár. Középpályás vagy csatár. Callejón, tudod, hogy a reálos Callejón amúgy. Tényleg. Ki a Reálba játszott annak, csak a Fradis Uzuni. 36 hát. éves. Ilyet. Ne, Uzuni, ne! Szóljunk már neki, hogy ne. Legalább most ne. Haverok vagyunk. Na, mire várunk? Nem? Büdös a szöglet? Hát annyira nem. Ujjaj. Igen, az ott nagyon, nagyon merész volt a kicsi felszabadítás. Kurbel jót, vagy nem tudom, kiművelte ezt. Hát én. Egy győzelem. Adtál neki egy asszisztot a fejére, Varán. Na ezért, látod, ezért rosszak a B csapat. Ki volt? Az egy B csapatos játék. De mi volt ez? Hát ilyen lábbal így éppen. Hát egy assziszt. Aj, birtokolni kellett volna, basszus. Az viszont egy jó passz, csak ilyenkor nem jön senki valamiért. Ez bohózat! Parádi. Hazai meccses bohózatokba? Szokásos. Hát a szokásos hazai igen. meccs. Megsőnyt a pődbe. Oh, az jó. Fuentes. Ne. Mondom, nem jó a D csapatot pályára küldeni és meglepjük vele. Hát nem jók. 64-es játékosok vannak de a kezdőben. Dehogy is, 70-es. Dehol 70-es. Hát a Fuentes 70-es. Álmunkba 70-es. Támadjunk akkor hát az. Eddig balanszdon voltunk? Aha. Ez tisztább. Ott van, izé, Adam. Ő belga válogatott. Nem csak, hogy... Csoda. A csapatos. Kis kispadozik. Hát ez nem jó. Uzuni mindenhol helyezkedik, ő csatár is, védő is, támadó is. Ő all-rounder, igazi... All-rounder. Ajaj. Ott nem... De Bakker. Gyere. Jovanovics. Már? Nem már Uzuni megint mekkorát lőtt. Jó, húha. Nem olyan az ott. Oké. Kurva jónak a hatalmas indításából semmi nem lett. Jovanovics csak táncol. Átmennek a középpályán konkrétan. De már! De... Miért nem lehetett ezt megfogni? Érted, az utolsó, utolsó helyezett hármat ver. Na jó, menjen az etek, hát ez döbbenet. Ultra, az kell. 3-0 az utolsó helyzet ellen. És megvan a három kapott gól, úgyhogy elvileg többet nem kell. Igen, kapni. Hozzuk az átlagot. Átlag megvan, többet nem kérünk. 33. perc. És már bukó várja a meccs. Azaz, mondta. Nagyon jó. De egymás mi van. Egymást zavarjuk Kalmárral, nem hiszem el. Ilyen nincsen. Nem bírok kapura menni, mert a saját játékosaim vannak előttem. Hú, de letámadunk. Jó, megszavartak őket. Most az ultra adtak. Már haza mentek a szurkolók. Itt vagyok. Nem baj, nincs semmi. Keresni valójuk itt. Aki nincs szóval velünk a rosszba, az nem is szurkol azzal. Nekünk. Igen, így van. Már cserélni akar a gép. Hát én bepöcizem. Hát lesz valami. Ó, és az hogy védte ki? Az még jobb. Oké. Okay. Jézusom, mekkora gól. Hozzá, de ne rúgd, fogd meg a labdát, azaz tereld, vigyük, barát, azaz, mondja, vigyük már, menjen már, hát húzzuk az időt, srácok, mire várunk?
Az ott visszafordult, de ügyes. De és itt aztán nem volt kegyelem. Azt a mindenit. Oda néz, puff neki. Szúrd meg. Megszúrtuk, hozzuk az 1-3-as átlagot. És vége a meccsnek. Ezentúl semmi nem fog történni. Igen, 0-0 lesz a második félben. Reményeink szerint még lövünk 2-t, ha behoztuk a jó játékosainkat. Vagy kapunk még előtte egyet. Etet! Nagyon etet. Célzott indítás. Ez hátra. Zseniális, hogy senki nincs itt. Várj, átforgatom. Úgy, látod, milyen jól működött? Átforgatás? Az nagyon jó. Mondta el, kijött a szélre. Nyomjad. Mi történt? Ott kaszált egyet a lábába. Nyomtam volna vissza oda középre. Nagyon üres. Érkezett üresen a csávó. És nincsenek lesen ezek a indítások. Lábrovics! Mit védett? Uzoni nagyon durva amúgy. Csak meg kéne szeretni valahogy. Ja, konkurenciától. De ez nagyon fontos győzelem lenne a Granadának, mert elmozdulnának az utolsó helyről. Hát mi meg teljesen utolsók lennénk. Az zseni lenne. Jó van. Na, cseréljünk egy nagyot. Én azt mondom, hozzuk bar, nézzük meg a taktikádat, amit én nagyon félek, hogy... Meg fognak lepődni. Én Jovanovicsot ott, hogy nem ennek van futása. De pont mondta, Ne, csak ez az egy, ez a 60-as játékos, ez az egy elmegy. Nézzük Szelezen. Már nem Buffa. Ne, hozzuk be a Buffát, ne vicceljünk 60-as játékosokkal. Viccelni akartál egy kicsit? Okay. Sandoval Sorrentino jöjjön. Vagy meghagyjuk egy picit későbbre, hogy legyen valami csinálni. Nem, van marad nem? Még, nem? Kit hoztunk le? Buffal, Salazar, Alvarez, Sandoval. Még egyetlen egy Branko cserénk Bando marad. Ha most azt behozod, akkor nem marad cseré. Jó az. Bár nem bánom. Nem. Menjen az A csapat a pályán. Ez volt egy híres taktika. Hogy meg fognak lepődni majd Buffal? Nos, se tudják ki az. Kártyán látták csak. VB albumba. Nem, hogy itt a pályán. Uzunit is csak Fradi kártyákba láttuk, azért lepődtünk meg. És a Salazar, látod? Micsoda trükkök vannak itt. Egyből, nézz oda. És ott a gól, figyeld, Kalmár. Ez az, hát ez így van kitalálva. Hozd a labdát, kvázsi, azaz végre, hogy van eszed. Ő tudja, mit kell ilyenkor csinálni. Ő lesz itt mindjárt csapatkapitány. Gólokat is tud lőni. Be is van tűrve a mezen. Amúgy ez most nagy mák volt, mert azért... Tehát igen, beleért a kapus. És még a kapufa is, de gól. Hát Fehérváron is így nyomják, így gyakorolják. Néztük már az ellenfelt, az érdekel nyúzni amúgy hanyas. 75. 75-ös? Veszem, veszem. Szerintem. Amit így látok, az... Hagyd is, barát. Kuka. Bár fussál, mert hamarabb elfár. Csodálkozok magunkon, hogy basszus 3-0-ból is visszajöttünk. De még messze a vége. Sandoval tekergeti a cseleket. És az ott... Ketten nem bírtuk leszerelni, ez gyönyörű. Diáta, ő egy gyors fiú. De nem eléggé. Az jobb is, hogy nem történt meg, mert piros lett volna. Jó, a legrosszabb megoldást választott. Azt minden ide kockázatos volt. És azzal lehet menni. Ha lenne futás. Ott van. Nem kell futás, kell agresszió, ez kész. Buffal jön be. Hol van az ember? Ott van! Buff! Lehet, le kellett volna venni. Nem baj, jó volt. Jövünk vissza, mint a... Mennyire rosszul rúgja ki? Parádé. Edem egy védelem mögé. De... Az jó. Salazar, gyere. Jó. De, hogy bent láttam. Azt hittem olyan gól, hogy a kapus nem mozog rá. Aztán amikor láttam, hogy azért nem mozdul, mert kiszállt a stadionba, akkor elszomorodtam egy kicsit. Az leslett volna. A Buffal nagyon ott van. Hogy letámadunk? Tetszik. Lehet az ultra-atak lesz a mi taktikán. Azaz. Hát két kézzel tette arrébb. Na már. Kicsit kiszabadult a Granada. Aha. Csak eddig. Ott. Oh. Azaz. Másik oldal. Les.
Na azért ellövöm, mondom, ellövöm. Nem engedi, nem engedte. Bajszos úriember legyen, nevét se tudjuk. Kále, tessék. Híres Kále. Petrovics, jó lenne egy piros. Igen, ezt akartam mondani, jó lenne szerezni vele még egy. Ah, Lábrovics. Nagyon-nagyon tudja. Eden már izé ollózva passzol, csak minek. Azaz. Nagyon jó. Na most hova? Itt van szép. Ott lent. Ott alul, látom. Eden. Milyen jó helyezkedik, ügyes. Csak nem tudunk jönni segíteni. Aha, nem tudtunk értelmesen segíteni neki. Kár. Az oh, nagyon jó. Castro. Edennek. Csak mindig csínybe. Milyen harciasak vagyunk, mi van velünk? Csak a passzok utána rossz. Tök jó sok labda szerzés, de rossz a passz. Az összes kávé. Buffy? Nem volt ki. Mi volt kint? Hol volt kint? Mindjárt kapunk a serget reklamálásért. Kirohannak az edzői stáphoz. Ezért vagyunk ketten edzők. És hát igazából csak segítünk, mert így annyi sárgát ki tudnak hoztani, hogy mindig lesz egy edző a padon. Vagy összeadják a lapjainkat. Neked egy sárga, nekem akkor piros. Szalazár. De nagyon kezdek ideges lenni a passzok miatt, hogy nem jönnek össze, és nem értem miért. Viszont én azt már így látom, hogy nekünk nem védekező taktika kell, hanem egyből ultratok. Azt mert így tudunk védekezni, nem, minden meccsen. Tudunk úgy értem, hogy azt kell tudunk védekezni is benne, és támadni is. Vártam Kázséval. Várattál, jöttem. Csak azt hittem, hogy szöglet azért benne lesz. De nem. Látom, ott szereted a lest. Az nagyon jó. Átszintem azt, hogy el valami legyen. Legalább egy szögletünk legyen. Jaj, messziről jött. Na jó, ez beívelem. Ez a röviden most nem játszik. Hiába, ez a megbeszélt taktika. Kell adni. Castro, nem tudom kinek. Menj ki szélre. Ó, sérült is valaki? Jaj, de jó. Jó. Szogi. Hát lesérült, de már nem tudjuk lehozni, ugye. Aha. Mondom, ezek a kicsik már. Működik, csak jó. Én, tehát otthon nekem azért működik, mert ugye egy helyben áll stabilan a gép. Ne, mekkora kontra. Lekontráztak minket. Ez benne van az ultratakban. Igazából én most valamilyen szinten magunkat hibáztatom, mert annyi lehetőségünk lett volna. Nagyon sok. Hát te passzatok. Megfordítani. Minden. Nagyon-nagyon sok. Hát igen, ez a ultrataknak a hátránya, viszont az előnyét már láttuk a két góllal. Hiszem el, hogy ezt is elvesztem. Melendo! Gyere! Kéj is megint a rossz passzaival. És lefújták a meccset. Utolsók vagyunk a bajnok. Full utolsók vagyunk. Peti teljesen. Összeroskat. Nem, amúgy én már viccen kívül megfordult a fejembe, hogy csináljunk egy újat, nagy kerettet, pénzügyi kerettet. Jó. Négy csillagos csapatot. Nagyon elmértik az elején ezt a három csillag, jó lesz nekünk 10 millió. Hát főleg, amikor ilyen 90-es csapatok jönnek ellenünk, mint a Barca Atleti, labdát tartani is alig van esélyünk. Időkérdés, hogy mikor szednek szét minket. Nézzük meg azért, hogy hogyan állunk. Mindjárt kirúgják szegény Möstert. Már azt se tudja, mit nyilat. Kire tegye a mixét, már fogalma nincsen. Ilyetetlen. És a Mallorca ellen fogunk játszani, akik a 8-dikak. Már utolsók vagyunk. Te nyerünk 11 ponttal feljövünk, de hát az nyerni kéne. Tehát ezt nagyon messze vagyunk. Egyértelműen a kiesés ellen küzdünk ebbe a de már csak egy hónap van a január játék. Az és az menthet meg minket. Én azt még megvárnám. Mielőtt itt bármit gondolkodunk, hogy hogyan tovább. Az átigazási szezonban hiszen eladjuk Reyest, és abból jön pénz. És ha megnézitek, a free agentekkel még mindig itt vannak a free agenteknél olyan emberek,
mint ez a Bukeri, akinek 79-es ő lesz az új csatárunk. Között, nagyon durva lesz. És a Korona lesz az egyik új szélsünk. És az egyik új szélső Korona, akinek 5 playstyle. 5 playstyle, különböző, komoly. És neki is van 2. Neki is van 2, és ráadásul a Bukeri fiatal. Még fejlődhet is akár. Megnézzünk mellé meg. Ja, meg az pályára. 5 csillagos izé, skill move, na meg Weakfoot. Bármelyik irányból rá lőheted. És a Weakfoot nagyon fontos a Bukarinál is, hogy 5 csillagos. Bennük nagyon-nagyon bízunk. Úgyhogy... Meg kell a középpálya, már olyan átjáró ház az egész. A védelem most már így kezd összeállni, szerintem ott annyira nem fektetnék be. Inkább a középpálya meg a... Jó lenne, azt a... Hogy is van? Hova van itt? Ez a Castro. Én a Castro-ját szeretnék valaki. Castro, Kalmár is igazából kispadra küldeném, ha úgy van. Még itt a Branco, aki nekem... Hát, igen, egy CB, Salazar az ő kispados lesz, egy CB kell, 2 CM szerintem, meg a ST, meg hát nyilván K-nek a K-heréje a Korona. Hát K-hely, az meg van pecsételve. Eden marad, de neki is bele kell húznia. Úgyhogy lesz itt keretépítés, meglátjuk, hogy mi fog összejönni. Legközelebb találkozunk a következő részben. Nézzetek át a többi csatornáinkra is, ott vannak a linkek a leírásban, mondom, is szoktunk videókat nyomatni, lesétek már az összeset, van jó pár. Találkozunk a jövő héten. Sziasztok! Sziasztok.